Stresszhelyzetkezelési és közösségépítési konferenciát tartottak a Fogadj örökbe egy nagymamát elnevezésű projekt partnereinek, az ukrajnai Dorkász Jótékonysági Alapítvány közösségi védőháló program felelősei a Makos Jánosi Helikon Hotelben. Az időseket segítő projekt Ukrajnában már 18 éve működik, amely most még nagyobb aktualitást kapott a háborús helyzet miatt. A programban résztvevő személyekre nagy teher hárul, ami magában hordozza a kiégés veszélyét. A témában Tihor Melinda, a Munkácsi Bóbita Központ munkatársa tartott előadást. A továbbképző második részében a közösség fontosságáról és a szépkorúak közösségekbe történő integrálásának lehetőségeiről Béres László, a Szernyei Református Gyülekezet lelkipásztora tartott előadást. A közösségek fontosságára hívtam fel az előadásban a figyelmet a jelenlévő munkatársaink, illetve gyülekezeti közösséghez tartozó testvérek számára, akik természetesen az idősek között, a nagyik között szolgálnak, munkálkodnak, segítenek. Azokra a közösségekre, amelyek nálunk nagyon-nagyon hiányosak, legfőképpen azok a gyülekezeti közösségen túli lokális településen lévő kisebb csoportosulások, ahol kikapcsolódhatnak, jól érezhetik magukat az emberek. Ezek most igazán hiányosak, pedig ezek hiánypótlók lennének ebben a háborús és nehéz időben, amikor mentálisan is ki tud egy picit kapcsolni az ember azokból a dolgokból, ami akár munkaügy vagy a háborúnak a következménye, és akár egy-egy ilyen kisebb csoportban, közösségben, ahol jól érezheti magát az ember és megbeszélheti a dolgokat, de természetesen a gyülekezeti közösségek is ilyenek, az ima közösségek, a biblia közösségek, bibliaórák vagy ifjúsági közösségek, ahol ezeket igyekszünk feloldani. Viszont a potenciálisan a legnehezebb helyzetben lévő emberkék most az idősek, az öregek, nagymamák, a nagypapák, akik annak következtében, hogy sokszor a fiatalok most úgy döntöttek családostól, hogy máshol találják meg a lehetőségeket, a boldogulást akár, az idősek magukra maradtak, és nekünk is, mint gyülekezeteknek, mint közösségeknek, mint lelki közösségeknek még nagyobb feladatunk van feléjük, és ebben is próbáltam motiválni, és próbáltuk motiválni ezzel az előadással őket, hogy még inkább oda kell figyelni az idősekre, és amiben akár a Dorkász hozzá tud tenni, és hozzá tud járulni programok, vagy segítségnyújtásban, de hozzájárul, de mindenképpen az lenne a legfontosabb, hogy a helyi közösségek, lokális közösségeket összefogva, akár egyházi indítatásból és egyházi alapon elindulva, de olyan programokat szervezni, ahol mindenkit be lehet vonni, és érzékenyíteni arra, hogy összefogással fejleszteni lehet, jó célokat lehet elérni, idősek felé is lehet munkálkodni, de akár a település fejlesztésben, a gyerekprogramok felé, a gyerekek felé, akár programokkal, közösségi létre van szükségünk. Az egyház ezt mutatja meg, és a gyülekezetek, az egyházak is, mint tagokból összetevődő közösség, akik Krisztusban lehetünk, és Krisztusban vagyunk egyek, és fontos igét elmondtam az előadásban is, hogy a Korintusi első levél 9. részében azt mondja Pál apostol, hogy ő az Isten, aki elhívott titeket a Krisztussal, Jézus Krisztussal való közösségre. Viszont a János első levele, első rész, 3. versében János apostol azt mondja, hogy nem csak Krisztussal van közösségünk, hanem egymással, velünk való közösségben hívott el az Úr. És így tudjuk megélni azt, ami a Krisztus teste. És ide is egy igét hadd idézek, a Korintusi első levél 12. fejezete beszél arról, hogy mennyire fontosak a tagok egy testben, és nem vagyunk egyformák, mint hogy a kis ujjam, meg az orrom, meg a fülem, meg a szám nem egyforma, és nem egyforma funkciót tölt be, mi sem vagyunk egyformák, de pont azért vagyunk különlegesek és használhatók egy közösségben, mert mások vagyunk. Mások a képességeink, mások a tudásunk, a készségeink, a hozzáállásunk, kapcsolatrendszerünk, és ezt mindet egy közösségbe hozva a közösséget fejleszthetjük, gyülekezetet fejleszthetjük, településünket, közösségeinket fejleszthetjük. A közösség formálása csak is olyan emberekkel sikerülhet, akik elhivatottak és motiváltak, emelte ki Kovtun Oxana, a közösségi védőháló projekt felelőse. Nos, a jelenlegi helyzetben úgy láttuk, legalábbis előbbi felmérések alapján, hogy szükségük van a partnereinknek, az önkénteseiknek arra, hogy lelki erőt öntsünk beléjük, hogy megtudják, hogy hogyan kell felismerni magukban és másukban a jeleket a kifáradásnak, a kiégésnek.
hogyan merítsenek erőt, és hogyan segítsenek másoknak is erőre kapni, illetve hogy hogyan lehet a jelenlegi helyzetben annak ellenére, hogy nagyon sokan kimentek, és nagyon sok rászoruló maradt itthon egyedül, hogyan lehet a helyi lehetőségeket fellelni, felmérni, hogyan lehet azokat használni, hogy továbbra is a közösség építés ne álljon le, hanem folytatódjon. Illetve ugyanezt a módszert használva, hogyan lehet az idősek világnapjára is készülődni, mivel hogy október 1-én az is az idősek világnapja lesz megtartva. Szeretnénk, ha minden partnerünknél, illetve Kárpátalján amennyire lehetséges, hogy az időseket, a szépkorúakat megemlékezenek róluk, hogy szóljanak hozzájuk, hogy ők ne érezzék egyedül magukat, és hogy az ilyen közösségépítői programok által ők szintén tagjává érezhetik maguknak annak a kisközösségnek, amelyben élnek. A háború okozta nehéz gazdasági körülmények miatt egyre több idős marad magára Kárpátalján. Ezért is nagyon fontos, hogy legyenek olyan személyek, akik odafigyelnek rájuk, akár az említett partnerszervezetek vagy a rokonok, szomszédok körében.